Újabb tárgyalás kezdődött a fészekrakó ügyben. Ennek a pernek 30 gyanúsítottja van, köztük egy Pest megyei személy. Eddig összesen 17 a fészekrakós csalásokkal kapcsolatos ügy került a bíróság elé, van amelyik több mint 200 gyanúsítottal. A mai tárgyalás elején két vádlott nem volt jelen, ellenük belföldi elfogató parancsot adtak ki, nem sokkal ezután egyikük azonban mégiscsak megjelent a bíróságon. A vádirat szerint a vádlottak vagy közvetítettek a csalásban, vagy pedig szociálpolitikai kedvezményt és más állami támogatásokat vettek fel hamis iratokkal. A hitelbírálathoz szükséges munkáltatói igazolásokat pedig nem létező cégek állították ki. Mindenki másként válogatja meg a védekezési taktikáját. Van, aki beismerő vallomást tett, van, aki tagadja. Magának a cselekményben való részvételét természetesen nem, hiszen ezeket okiratok tanúsítják, hogy részt vettek az ügylet lebonyolításában, sokkal inkább azt a részét tagadják, hogy szerintük ez a magatartás, amit ők tanúsítottak, az nem bűncselekmény, nem fogadtak el külön juttatásokat, külön pénzeket, nem vették észre, hogy azok az okiratok nem valódiak.